Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár és Kecskemét után jelenleg Miskolcon találhatóak a szeúzókincsek. A gyűjteményi együttes 6 helyszínen látható, amelyek közül Nyíregyháza lesz az utolsó. A város kulturális jelentőségét az is erősíti, hogy több olyan város kimaradt a vándorkiállításból, amelyek nagyobb lakosságszámmal rendelkeznek, mint a Szabolcsi megyeszékhely. Gyönyörű, szép császárkori, időszámításunk utáni 4. századi étkészletet lehet itt látni. Idáig tulajdonképpen sem Európában, sem Magyarországon ilyen együttest összességében nem lehetett látni, úgyhogy mindenkit ösztönzök, hogy nézze meg. Információképpen csak annyit tudok mondani, hogy a római kori kincsek közül ez a 3. legjelentősebb, amit a világon találtak. Az eddigi 5 város minden helyszínén több 10 000 ember regisztrált, hogy megtekinthessék a világ egyik legértékesebb római kori maradványgyűjteményét. Ez a Jós András Múzeumban sem lesz másképp, itt is regisztrálniuk kell majd az érdeklődőknek. Szükség van a regisztrációra, ugyanis pontosan meg van határozva az, hogy egy-egy csoport, ami 15 embert fog majd jelenteni, hány percig tartózkodhat benn a teremben, utána menniük kell, és ezért van az, hogy a múzeum regisztráltatja, vagy bejelenteti az embereket, hogy ne legyen torlódás, ne legyen vita, aki eljön, arra kérem, hogy legyen türelmes, megéri a sorbanállás mindenféleképpen, ráadásul úgy, hogy ugye 300 és 600 forintos belépőjeggyel kínálják a szeúzó kiállítást ugye mind a 6 városban, így nálunk is. Én remélem, hogy minél többen eljönnek, mert ez az anyag utána megy majd az eredeti őrzőhelyére. A szervezők közel 25 000 látogatót várnak. A Magyar Nemzeti Múzeum Szeúzó Kincs címet viselő vándorkiállítása március 27-től április 15-ig látogatható a nyíregyházi Jós András Múzeumban.